Szeptember 8-ától új kiállítást tekinthetünk meg a Klauzálház Vén Emil galériájában. A tárlat Lassgallner Oszkár életének művészi lenyomatát képezi, akárcsak az az életrajzi könyv is, amely a Pitelsz könyvmanufaktúrát működtető leszármazott család kiadásában jelent meg. Mi ma abban a villában működünk, a könyvmanufaktúránkban, amit ő épített, de hogy ez elkészülhessen, az nem volt egy egyszerű dolog, már 50 éves volt, amikor felépült a Lassgallner villa. Előtte Amerikába ment ki 1926-27-ben, és ott dolgozott, és abból a pénzből sikerült aztán elkezdeniük az építkezést. Dédapám, hát már fiatal korában kiderült, hogy művészember lesz. A tanulás ugyan nem volt az erőssége, magántanuló lett végül, mert rájött, hogy másképp ő ezt nem tudja elvégezni az iskoláit, mert már 20 éves korában is hát nagyon sok egyéb foglalatossága volt, tehát a fiatal társaságban ő egy meghatározó egyéniség volt, bicikli klub elnöke, az akkori bálokon, rendezvényeken édesapjával együtt, hát nagyon tevékenyen részt vettek a dekorációban, tehát minden más érdekelte, mint a tanulás, de hát természetesen később hát elvégezte az iskoláit, és aztán a műegyetemen tanár volt, és később adjunktussá nevezték ki, és hát természetesen eközben folyamatosan festett, kiállításai voltak a műcsarnokban, a műegyetemen volt egyébként a műterme. A kiállításon Lassgallner Oszkár műszaki munkásságát is jobban megismerhetjük. Akik ismerik Lassgallner életét, és a kezükbe vették a 60-as évek második felében kiadott magyar művészeti lexikont, abban is egyértelműen, mint festőművészt írják le, és nem is emlékeznek meg a mérnöki műszaki munkáiról. Holott, mikor 1907-ben ő bekerül a Műszaki Egyetem rajzi tanszékére tanársegédnek, látván az elavult oktatási módszereket elkezdi kidolgozni a perspektívikus látásmódnak a gyakorlati előnyeit használt, aminek aztán eredménye lesz az 1919-ben megjelent Gyakorlati Perspektíva című tankönyve, amely hosszú évtizedeken keresztül mérnökhallgatók ezreinek volt nélkülözhetetlen. A 36-ban és 1943-ban is kiadták, és az utolsó szálig mind a három kiadás könyvei elfogytak, és tulajdonképpen emellett ő nagyon sok, főleg az 1930-as évektől felkérést kapott méretarányos makettek elkészítésre. Általában 1:75 arányú maketteket készített el, amikből nagyon sok minden megvalósult. Aztán a második világháború 1940-41-42-ben rengeteg megrendelést kap a Magyar Honvédségtől, ezek részben dombortérképek, illetve hadászati célokra felhasználható épületek, illetőleg völgyzárógátaknál, a harci eseményeknél mit lehetne tenni. Sajnos a legértékesebb makettjei, ahogy ő visszaemlékezéseiben írta, reméli, hogy még a dédunokáinak is, akik ma éppen itt jelen voltak velünk, egy örök emlék lesznek, 1944. augusztusában Budapest nagy bombázásakor elpusztultak, hiszen ezeket a mezőgazdasági múzeum részére bevitték, megvették, és pont az a két terme pusztult el teljesen a bombázások következtében a múzeumnak, ahol az ő makettjeit őrizték. A háború nem csak a műszaki, de a művészeti alkotásokat sem kímélte. Sajnos nagyon sok olyan portré és egyéb megrendelés készült festmény volt, amiről ugyan tudunk, meg egy-két apróbb fotó maradt róla, de meg a naplójukban, dédanyával közösen írt naplójukban följegyezték ezeket, de sajnos ezeket nem találtuk meg, tehát vagy a háborúban pusztultak el, voltak olyan portrék, amiket nyilván később politikai okokból megsemmisítettek, de a kiállításon azért egy nagyon gazdag anyag látható, és ami még érdekes, hogy dédapám, ugye, és dédanyám úgy ismerkedtek meg, hogy ők a festést, rajzolást dédapám tanítgatta dédanyának. Ő is nagyon nagy művészet szerető ember volt, és aztán később dédanya meg elkezdte másolni is dédapa festményeit.
És van olyan kép a kiállításon is, ami duplikátban van meg. Ezt direkt így hoztuk el, hogy mind a kettőt meg lehessen nézni. Tehát érdekes, nem teljesen ugyanolyanok, vannak különbségek. Ezt is írták, de a nagymamám írta mindig a képekről készült fotók hátuljára, hogy ezt apuka nem tudom hányszor megfestette, mert olyan jól sikerült, hogy újra és újra megrendelték, akkor ezt anyuka lemásolta apuka után, mert ugye a háború után persze hát nagyon nehéz volt az élet, és akkor sokszor ennivalóra kellett, és akkor el tudták adni a festménymásolatokat is. Az életmű kiállítás megtekinthető november 6-áig.